Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket! Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. Kiemelkedő eredményeket értek el az ajkai versenyzők a Füzesgyarmaton megrendezett fekvenyomó és erőemelő világbajnokságon. Mai magazinunkban elsőként erről számolunk be Önöknek. Hatan indultunk a világbajnokságon, ebből 5 aranyat szereztünk és 1 ezüstérmet szereztünk. A Gocsi medzőteremből 5-en indultunk, és ebből mind az 5-en aranyat értünk haza. És helyileg hol volt ez a világbajnokság? Füzesgyarmaton. 4-én és 5-én. 4-én mérlegelésünk volt, és 5-én mundiált a versenyünk. Név szerint elmondanád, hogy kik képviselték a csapatot? Hát a legfiatalabb az Oszkó Tibor volt, ő 16 éves, és volt egy hölgy társaságunk is, volt a Horváth Zsuzsanna, akkor én személyesen Goda Gábor, akkor a Leyer Gyula és a Tóth János, meg a Szők Árpád, ő volt, aki nem kezd, de őt elvittik velünk. Elmondanád a nézőknek, hogy hogy zajlik egy ilyen verseny? Hú, hát elég bonyolult, magyarul mondva, rengeteg ember van, hát most itt is volt, több mint 300 indulóval mentünk neki, és ebből az eredményünk ilyen lett, mit ki tudtunk hozni belőle. Most csak ebbe a fekvenyomásba indultunk, mert volt googolás, felhúzás, de azon nem vettünk részt, csak fekvenyomásban. Ez 3 kísérletből adódik, és megvan határozva súlycsoportonként, és így van kategorizálva az egész, hogy hát és aki a legtöbbet tudja teljesíteni, az nyerte meg a verseny. 3-ból a legjobb teljesítmény számít. És ez mennyire visel meg téged egy ilyen verseny? Már hozzászoktam. Ha jól tudom, akkor neked ez már a 21. világbajnokságod volt? Nem, 21. versenyem volt, és a 21. aranyérmem volt. Nekem ez a másik világbajnokságom. Értem. Másodszor nyertem meg. És hogyan készülsz rá egyébként így táplálkozás terén esetleg? Hát ilyenkor betartom, mert az ember fogyókúrázni kell, vagy van, hogy csak picit le kell adni a súlyból, akkor az ember úgy kénytelen étkezni. És minek köszönhető ez a nagy siker, hogy ilyen jó helyezéseket értek el a versenyzők? Hát ez körülbelül egy olyan 2 éves felkészülésünk volt, és ebből adódóan több versenyen vettünk részt, és aki több eredményt ért el, és látom, aki érdemes ezt elvinni ilyen bajnokságokra, akkor ővelük mentünk el erre a versenyre, a világkupára. Mindenkinek személyre szabott edzés terve volt? Hát általában igen, az adottsága az függően van. És akkor mindenkinek te voltál az edzője, minden igaz? Igen. És mi a véleményed az utánpótlásról, a fiatalokról, itt a fiatal úr, akit említettél, őre milyen karrier várhat ebben a sportban? Hát szerintem elég szép jövőre számíthat, hogyha normálisan hozzá a dolgokhoz magyar megmondva. Úgyhogy ha tényleg kedve is ugyanígy megmaradni idáig volt, akkor még vihetél bármire. És a jövőben számítotok arra, hogy esetleg Európa vagy világbajnokságon még elindultok? Igen, jövő júniusban indulunk Európa-bajnokságra, itt Magyarország Egerbe fogják rendezni, és oda fogunk készülni legközelebbi nagyobb versenyünkre. És Prágába is szeretnénk menni a világkupára.